Vásárosnamény vásárváros volt, mint ahogy a neve is mutatja. Jelenleg térség és idegenforgalmi központ, és ahogy a mellettem álló szobor is mutatja, három folyónak a találkozása is, a Szamosi, a Tiszáé és a Krasznáé. Itt vagyunk Vásárosnamény egyik bekötő útjánál, és gyönyörű szép fasort láthatunk. Mit lehet tudni ezekről a fákról, mert gondolom azért ezek nem tegnap lettek ide ültetve. Nem, ezek közel 100 éves fák, ez egy platánfasor, egy régi uradalmi útnak a mentén, Máté Szalkáig visz. A Vásárosnamény része 86 darab fa maradt meg. Azért ültették ide a fákat, hogy az utat védjék a hótól, a széltől. Magyarországon egyedülálló ez a platánfasor. Lehet tudni amúgy, hogy mekkora kerületük van? Mert azért ekkora nagy platánfákat nagyon ritkán lehet látni. Igen, ezeknek körülbelül 300 cm vagy 3 méter a kerületük. Azt már tudjuk, hogy a Tisza szeszélyes, de az, hogy kétszínű, ezt eddig nem nagyon tudtuk. Miért kétszínű itt a Tisza? Nagyon egyszerű erre a válasz, hiszen körülbelül 100 méterre följebb találkozik a Tisza és a Szamos, és a két folyónak más-más az ártere, más-más helyről hozza a hordalékát, és ezért a Szamosnak a világosabb színű hordaléka keveredik itt a Tisza hordalékával. Azt tudjuk, hogy a Tisza virágzás az egyik legfontosabb természeti esemény itt a Tisza környékén. Akárhol ugye ez nem történhet meg, tehát ezzel elmondhatjuk azt, hogy itt a legjobb a minősége a víznek is. Évente többször mérik, és a fürdőzést is csak akkor engedik meg, hogyha ez megfelelő értékeket mutat. Másrészt ez egy igazán érdekes természeti látványosság minden nyár elején a kérész, amikor kijönnek a vízből. Milyen olyan növények és állatfajok találhatóak meg itt, amelyek védettek, vagy esetleg amelyek nem találhatóak még meg az ország más területein? A ligeterdők, a nyáras ligeterdők nagyon szépek, nagyon jól látható végig a Tisza mentén. Feljebb más folyókon, Európában már nagyon kevés helyen van ilyen szépen egybefüggően meg a ligeterdős rész, és ez nagyon jó, mert fekete gólyát, szürkegémet és parti fecskét, nagyon sok madarat tekinthet meg az, aki idejön és egy kis időt rászáll. Mennyire tudja kihasználni a helyi lakosság ezt a természeti adottságot, hiszen nem csak a Tiszáról és a Szamosról beszélünk, hanem itt még egy harmadik folyó is megjelenik. Igen, a város központhoz közel a Kraszna is belép a képbe. Az emberek nagyon szeretik, hiszen közel van a városhoz, horgászni, piknikezni ki tudnak menni, és kihasználják annak az adottságait. A helyiek, sőt az ország más pontjaiból is nagyon sokan jöhetnek ide, hiszen egy hatalmas nagy plázs található itt. Igen, ez nagyon jó turisztikai célpont országos szinten, és ugye közel van a ukrajnai és a romániai határ is, nagyon sokan látogatnak el hozzánk. Hétvégénként 10 000-es nagyságban is mérhető a vendégek száma. Mivel Natura 2000-es természetvédelmi területen járunk, gondolom nagyon fontos az, hogy ennek a megközelítését természetbarát módon is meg lehessen oldani. Van erre lehetőség? Igen, nagyon jó a kerékpárút képítettsége. Most már a Tisza mentén, a töltés tetején egy 2 méter széles betonozott kerékpárút áll a turisták rendelkezésére, ahol a beregi településeket felkereshetik, hogy a Tisza menti településeket megtalálhatják. Jelen pillanatban mi most nem kerékpárral vagyunk, viszont el fogunk sétálni, és megnézzük a Zoárd napi vásárt is.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Készült az új Széchenyi terv keretében, Magyarország megújul. Készült az ifjú botanikusok baráti körének megbízásából.